Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon. Én, ahogy látjátok, itthon vagyok, nem másom, mint a Davis-szel és a Lucas-szel. Szervusz! Aggódj, nem ér rég ért haza az iskolából, épp hogyha megebédeltünk. A feleségem nincs itthon, ugyanis elment ide a közeli közértbe kenyeret venni. Nem is sokára jön haza, körülbelül ilyen fél óra, 20 perc, fél óra, attól függ, hogy milyen gyorsan tud gyalogolni. Úgyhogy gondoltam, hogy én addig gyorsan készítek egy videót, még a Davis eszik. Nem más eszik, mint mit eszik? Ilyen Oreót, ezt a kis picikét. Olyan, mint a pilótakex. Magyarországon régen volt, lehet, hogy még most is van, nem tudom. Ez a pilótakex, én annak idején rettentően szerettem. Ez szerintem hasonló, ugyanis majdnem úgy néz, kicsit egy kicsit másabb, meg más az íze. A pilótakexet én nagyon szerettem, mint a Davis most. Mindig leszoktam nyalni a közepét, azt a krémet. Aztán, na mindegy. Aztán, amúgy ebben a mai videóban nem másról szeretnék beszélni, mint a megélhetőségről itt nálunk Ausztráliában. És a múltkor mondtam nektek ígértem, hogy készítek egy ilyen videót, ugye, amikor beszéltem a házárakról, hasonlókról. De még mielőtt ezt megteszem, mutatni akarok nektek valamit. Rendben van, Lucas? Ugyanis múltkor ígértem nektek, aztán nem lett belőle semmi sem, és valamit vettem az autóhoz. Ugye a Facebookon megosztottam egy fényképet, és sokan nem tudtátok, hogy micsoda ez. Úgyhogy mutatom, hogy micsoda ez. Látod? Ez nem más, mint volt régen az a sorozat. A Knight Rider, a Kit. Nem tudom, ki emlékszik rá, meg ki nem, a David Hasselhoff-val. Lucas, te tudod meg az a sorozat? Ja, David Hasselhoff játszott. Ja, az játszott fel. Na várj, akar még, mutat, nem, visszaadja neked. És volt a Kit. A Kit, ugye beszélt ez az autó. Rettentő jó sorozat volt. Én annak idején pici gyerek voltam, amikor szoktam nézni még az osztrákon, és semmit nem értettem belőle, de az autót láttam, és rettentően szerettem azt a sorozatot. Ez végül is abba az autóba, nem ez, de ilyen hasonló volt beépítve abba az autóba, és beszélt hozzád ugye az autó. Na, ez bedugod a cigaretta gyújtódba, az autóba, nem tudom, hogy mondják, abba a töltősbe, tudod, így bedugod, bekapcsol, és ez a dolog beszél. Ugye, Lucas? Miket mond? Sok érdekes dolgot. Ami van rajta itt egy gomb, amit megnyomsz, akkor beszél csak végül is. Amire ez használható, amúgy ez töltő. Tehát, ha itt bedugod a telefonodat, vagy az iPad-edet, vagy éppen amit ugye akarsz ilyen USB-vel, azt fel tudja ez tölteni. Végülis nem próbáltam ki, mert nem azért vettem, hanem azért, mert szépen világít a sötétbe, meg villog, meg mindenféle fényt ad, meg beszél is, amely nyomod a gombot. És azért vásároltam meg. Majd megmutatom nektek, hogy hogy néz ki sötétbe, meg hogy miket mond. Én viccesnek találtam amúgy, nem Lucas? Vicces volt? Ja. Mikor vettük? Egy hete körülbelül, nem? Egy hete vettük? Ja. Azt hiszem egy hete, vagy másfél hete. Nem, egy hete csütörtökön. Aztán a sorsolásra, valami jöttek a sorsolásra, most lesz majd a vasárnap ugye, hogy volt ugye múlt hét szombaton az a csónakos valami öt, most lesz vasárnap annak a sorsolása. Úgyhogy, most pedig beszélni fogok egy kicsikét a megélhetőségekről, és ez a videó végül is ilyen vlogos, nem vlogos lesz, ugye sok helyre most nem fogunk menni, és erről szerettem volna egy picikét beszélni, és amit még mielőtt elkezdem ezt a videót. Ugye múltkor beszéltem a ház árakról, mennyibe kerülnek, én véleményem szerint ugye, hogy én miért nem vettünk házat, vagy miért adtuk el a házunkat, és most miért bérlünk. Ugye kaptam egy pár kommentet, amiben próbáltuk az emberek nekem megmagyarázni, ugye, hogy miért jobb házat venni, jobbra összegyűjteni az előleget. Ugye megértem, és de én akkor is ugye így gondolom. Tehát kettő ugyanolyan ember nincsen a világon, ugye, aki ugyanúgy gondolkozna, hasonlóan tudsz gondolkozni, de mi így gondoljuk, úgyhogy nem kell senkinek ugye megmagyarázni, vagy rám beszélni, nem azt, hogy rám beszélni, de megmagyarázni, hogy akkor is miért jobb ugye, ha van házad. Én nem mondtam, hogy nem jobb, hogyha nincs házad. Itt is ugyanúgy tudsz venni házat, ugye, mint akár mondjuk Magyarországon, persze másképpen, de tudsz venni, nem arról volt, hogy nem tudsz venni. Én így gondoltam, és na mindegy. Aztán úgy gondoltam, hogy ilyen megillhetős videót nem fogok készíteni, ugyanis biztos, hogy erre is kapnák sok kommentet, hogy ez nem így van, ez nem úgy van, de nagyon sok e-mailt kaptam üzenetet ugye a YouTube-on keresztül, és kértétek tőlem, hogy ugye beszéljek róla, hogy gondoltam, hogy elkészítem ma ezt a videót, hogy mi alapján fogom elkészíteni. Tegnap kaptam egy üzenetet a YouTube-on, és a végül is az illető, nem akarom mondani a nevét, ugyanis nem tudom, hogy szabad-e mondanom, vagy nem szabad-e mondanom, de írt nekem kérdéseket, úgyhogy inkább végül is erre a kérdésekre szeretnék válaszolni egy videó formába, ugyanis kérdezett kérdéseket, hogy mi mennyibe kerül, és ebből szerintem lesz egy pár ötletetek, vagy meglátjátok, hogy nagyjából, hogy mennyit keresnek itt az emberek, az átlag emberek, és hogy mennyit költenek.
Úgyhogy nyitom a számítógépemet, és nyitom a számítógépemet, a számológépemet, és próbáljuk meg szerintem együtt közösen összeadni. Én olvasom a kérdést, amit kaptam, és válaszolok rájuk. Ráraktam a kamerát ide az online-ra, talán így jobb lesz, nem kell tartani, és így jobban tudok mutogatni. Ugyanis amikor beszélek, én szeretek így mutogatni, hogy miért, nem tudom, na mindegy. Még miért válaszolok a kérdésekre? És van itt egy pár kérdés, ahogy ugye mondtam. Az átlagfizetésekről szeretnénk beszélni. Tehát, még mielőtt valaki majd megírja nekem, hogy ez nem így van, lehet, hogy nem pontosan így van minden, ugyanis ahogy mondtam, kettő ugye ugyanolyan család vagy ember nincsen, tehát mindenki másra költi a pénzét, mindenki másra próbál gyűjteni, csak gondoltam, hogy megemlítem, ugyanis biztos fog kapni kommenteket, hogy ez pontosan nem így van. Én így látom, én nagyjából így tudom, lehet, hogy valami hülyeséget is fogok belemondani, ami nem úgy van, majd meglátjátok, hogy miért, de ez az én fejemből jön ki, én így látom a dolgokat, úgyhogy álljunk szerintem neki. Tehát egy átlag ember ugye mennyit keres mi nálunk? Végülis itt az illető próbált inkább a családra ugye írni kérdéseket pontosan, hogy vegyünk egy példát. Tehát vegyünk egy festőt. Ne, most pont ne engem vegyünk, mert mondtam, hogy én nem rendesen dolgozok, tehát én úgy dolgozok, meg általában, mint minden festő, hogy van, hogy egy hónapban, vagy egy pár hónapban ugye nagyon sok a munka, és ugye többet kerestél, utána meg lehet, hogy egy pár hétig, vagy egy pár hónapig kevesebb a munka. Nem az, hogy nincs munka, de kevesebb a munka, és tehát nem minden héten ugyanúgy kapod a fizetésed. Tehát egyik héten többet kapsz, másik héten lehet ugye kevesebbet. És nem tudom, hogy tudtátok-e vagy nem, de nálunk a legtöbb minden hetiben van, tehát hetente kell fizetni nagyon sok dolgot, kivéve ugye az internetet, a kábel tévét, meg egy pár ugye hasonlód, de a fizetésed hetente kapod, minden héten kapnak itt az emberek fizetést, és minden héten kell fizetned az albérletedet, meg ugye hasonló dolgokat. Tehát, vegyünk egy átlagos festőt. Egy átlagos festőt mi nálunk a gólkoztom, ugyanis Sydney-ben is más, Adelaide-ben is más, Melbourne-ben is más, de itt nálunk, itt Queensland-ben itt a gólkoztom, egy átlagos festő óránként mondjuk azt, hogy a $25 kap. Van, hogy valaki kevesebbet kap, tehát van olyan is, hogy valaki $20 kap, de van olyan is, hogy valaki $30 kap óránként, ugye? És általában 40 órát dolgoznak az emberek. Egy festő általában egy héten 40 órát dolgozik, kivéve, hogyha kell dolgozni mondjuk a hétvégén, mert ugye több a munka, vagy kevesebb a munka és kevesebbet dolgozik, de vegyünk egy 40 órát, ami, ha $25-ról számoljuk, az $1000 hetente annyit kapsz. A feleséged, ugye ő nem festő. Tegyük fel, a feleséged dolgozik egy boltba. Nem tudtam jobbat kitalálni, tehát a boltba tudom, hogy nagyjából az emberek mennyit kapnak. A feleséged dolgozik mondjuk egy boltba, mondjuk egy élelmiszerboltba, ahol mondjuk eladó, vagy pénztáros, vagy éppen polcot pakol. Ez a bolt, tegyük fel, olyan bolt, mint a Tesco. Tehát mondjuk egy ilyen nagyobb bolt, vagy az Interspar, vagy a Spar, vagy nem tudom milyen bolt van nálad, ugye, ahol lehet venni sok mindent. Ebbe a boltban egy átlag fizetés óránként $16 és $23 között van. Ez attól függ ugye, hogy éppen mit csinálsz, hogy polcot pakolsz, vagy a pénztárnál vagy, de vegyünk mondjuk egy ilyen átlagot, ugye vegyünk $18 egy órára, és általában ezek az emberek nem dolgoznak 40 órát. Legalábbis én így tudom. Lehet, hogy másképp van, lehet, hogy valaki még 50-et is dolgozik, de múltkor benn volt a hírekben, hogy valaki, most nem tudom, hogy melyik boltba, de egy hasonló ilyen élelmiszer boltba, egy néni körülbelül a $600 kap hetente. Ami, hogyha $18-ról számoljuk, én az előbb kiszámoltam, körülbelül olyan $18 ugye óránként, csak közben itt a számológép és ott nyomogatom, itt a számítógépen mellettem, dolgozik mondjuk 30 órát, az jön ki $540, tehát lehet, hogy egy pár dollárral ő többet kap, vagy kevesebbet, vagy többet dolgozik, de vegyünk egy ilyen $550 ugye hetente, mert körülbelül ennyi dolgoznak, tehát hogyha van egy festő, meg van egy feleséged, ugye a festőnek, aki mondjuk egy ilyen élelmiszerboltban dolgozik, hetente körülbelül olyan, mondjuk azt, hogy $1550 jön be hetente közösen nekik ugye a számlára. De ahogy mondtam, ez lehet több, ez lehet kevesebb, attól függ, hogy a festő hogyan dolgozik, vagy éppen a feleséged mondjuk más dolgozik, vagy több órát dolgozik, ugye ez változó. Tehát, mondom az első kérdést, nevet nem mondok, ugye, és nem tudom, hogy szabad mondani nevet, vagy nem szabad-e,
úgyhogy inkább nem mondom be. Az albérleti díj általában tartalmazza a rezsit is, vagy azt még külön kell fizetni, és az körülbelül mekkora összeg hetente. Az albérleti díj nem tartalmaz semmit, csak az albérletet, tehát csak a házat vagy a lakást tartalmazza. Ezen kívül kell fizetned villanyt, ugye? Szokás szerint ugye mindenhol kell. Kell fizetned a vizet, meg kell fizetned a gázt, mondjuk tegyük fel, hogy házba laksz. És ezen kívül azt mondom, hogy más nem kell fizetned. Tehát ugye ennek háromnak ugye meg kell legyél. Itt a lakásban tehát ilyen közös költség nincsen. Tehát nekem nem kell fizetnem közös költséget, mert nem az enyém, hanem a tulajdonosnak kell fizetni. De itt is ugyanúgy kell fizetni a lakásba a villanyt, a gázt, meg a vizet. Tehát mindegy, hogy hol laksz. Ezt három, általában három havonta azt kell fizetni. Három havonta az áram számla, mikor mi házban laktunk, az változó volt, de olyan 4 és 600 dollár között volt három havonta, amit hogyha lebontunk, az körülbelül havonta, mit mondjuk, mondjuk legyen az, hogy 600 dollár, hogy könnyebb legyen egy kicsikét ugye számolni, az ha havonta 200, mondjuk az, hogy 70 dollár. A gáz attól függ, hogy van-e gáz a házban, vagy nincsen, ugyanis általában vagy palackban van ez a gáz, a régi házunkban nekünk nem volt ilyen gázunk, de előtte lévő házakban volt, és ilyen palackban volt, ilyen nagy palackban, amit cserélni kellett, attól függ, ugye két havonta, vagy három havonta, nem is emlékszem, ugye, és ez több éve volt, de én ha jól emlékszem, olyan 150 dollár körül szoktunk fizetni. Mondjuk azt, hogy hetente mennyit írjunk be? Attól függ, hogy van-e vagy nincsen, de írjunk be mondjuk 30 dollárt. Írjunk be rá 30 dollárt. A víz az megint változó, hogy attól függ, hogy mennyit használsz. Ahogy én számolgattam korábban, hogyha jól számoltam, hetente szerintem egy olyan 20 dollár a víz. Én azt mondom, olyan 20 dollár külön, tehát adjuk hozzá. Úgyhogy melyek a következő kérdése? Az egészségügyi biztosítás, mondjuk egy közép kategória, mennyibe kerül havonta? Egészségügyi biztosítás. Ugye nálunk Ausztráliában úgy van, hogyha állampolgár vagy, van egy ilyen Medicare kártyád, és ezzel a kártyával, hogyha valami bajod van, elmész az orvoshoz, és ezért neked nem kell fizetned, ugyanis az állam fizeti. Ugyanúgy bemehetsz a kórházba, hogy eltörted a lábadat, bármidet, tehát elmész, megröntgeneznek, begipszelik, meg is műtenek, és neked ezért Ausztráliában, hogyha állampolgár vagy, nem kell fizetned, meg hogyha van olyan vízumod mondjuk, akkor sem kell fizetned. Ezen kívül van ugye ez a biztosítás, ez az egészségügyi biztosítás. Ugyanis, hogyha például tegyük fel, valami bajod van, mondjuk kibököd a szemedet, nem meg kibököd, mondjuk nem, valami baj van a szemeddel, és el kell menni a kórházba ugye mondjuk egy operációra. A rendes kórházba ugye várnod kell, lehet, hogy várnod kell egy hónapot, de lehet, hogy másfél évet, ugye attól függ, hogy mi a bajod. Hogyha van ilyen egészségügyi biztosításod, elmehetsz ugye privát kórházba is, és ezért kell ugye fizetned. Ez is különböző, hogy mennyit kell érte fizetned, és attól függ, hogy minél többet fizet, hogy annál többet kapsz érte. Tehát ez a kórház úgy működik, hogy mondjuk fizeted, az előbb kiszámoltam, egy személyre, hetibe, nekem olyan körülbelül a 20 dollárra jött ki. Úgyhogy várjál, még addig nem írom. 20 dollárra jött ki. Ez nem tartalmaz mindent. Tehát bemehetsz a kórházba, és 60%-át, tegyük fel, mondjuk 1000 dollárba kerül ez a műtét. Ennek a 60%-át visszakapod, hogyha van ilyen egészségügyi biztosításod. Ez persze nem tartalmaz mindent. Tehát, hogyha kell egy szemműtét, mivel te csak 20 dollárt fizetsz hetente, lehet, hogy ez a szemműtétet nem tartalmazza, mert nincs benne. Tehát megvan adva, hogy mennyit fizet, és ebben mi tartozik bele, és mennyibe kerül. Tehát volt olyan, hogy egyik ismerősünk, még régen akivel dolgoztunk, ő fizette ezt az egészségügyi biztosítást, mert azt mondta, hogy egyszerű kórházba kerülje, műtsék meg, ne kelljen érte semmit fizetni, és képzeld el, egyszer bekerült a kórházba, a műtétet nem tartalmazta ez a biztosítás, tehát végülis, amit befizetett az évek során, azt a több ezer dollárt, ugyanis annyira jött, mert összeszámolta, annyi pénzből kifizethette volna ugye a műtétet is, akár ugyanis sok mindent nem tartalmazott. Tehát én nekem nincsen, nekünk a családban ilyen nincsen, mi nekünk csak ez az állami van, ugyanis én úgy döntöttem, hogy szerintem pénzkidobás, de befizetheted, az alap, az körülbelül, ahogy mondtam, a 20 dollártól kezdődik, egy családnak heti ugye az körülbelül 80 dollár lenne, de mivel ugye többen vagytok a család, vagy tényleg egy 4 tagú család, ezért ilyenkor adnak egy kis akciót, tehát tegyük fel azt mondjuk, hogy
$60 hetente, tehát eddig vagyunk 200-nál, ugye? 200-nál voltunk? Eddig 200-nál voltunk, ugye? Remélem, hogy jól mondom, vagy jól jutottam be a számítógépbe. Úgyhogy mondjuk azt, hogy egy négyfős családnak, mondjuk nem akar sok mindent, legyen $50. Tehát az 250 eddig, várjál csak ide bejutom, $250 plusz, ezen kívül van biztosítás. Itt megint csak fizethetsz, ez a biztosítás is arra van, hogyha mondjuk dolgozol, és eltöröd a kezedet, holnapul nem tudsz menni dolgozni, akkor ugye kapjál valami kis pénzt, és valamennyit fizetnek neked, ez után ugye hetente. Ilyen biztosításom nekem volt régen, amikor elkezdtem dolgozni, aztán egy pár év múlva én megszüntettem, ugyanis nem láttam értelmét. Ez a biztosítás úgy működött, hogy tegyük fel, beteg lettél. Hogyha nem voltál beteg legalább, ha jól emlékszem, valami 4 hétig, akkor egyáltalán nem is fizetett. Utána is, mikor elkezdett fizetni, a fizetésednek egy nagyon minimális százalékát fizette, ami végül is sok mindenre, valamire biztos, hogy elég volt, de nem sok mindenre. Tehát én úgy döntöttem, hogy inkább ezt beszüntetem, hogy eltörted a kezedet, mert annak idején nézegettem, jó, hogy eltörtem a kis ujjamat, ugye mi fog történni. Ilyen pár száz dollárt, ha emlékszem, hogyha fizetett volna, és lehet kötni, hogy mennyibe kerül most, nem tudom, úgyhogy én azt egyelőre kiadjam belőle. De ugye ott is minél többet fizetsz, ugye annál többet kapsz vissza, hogyha egyszer eltöröd a kezedet. De, na mindjárt, menjünk tovább. A nyugdíjra mennyit szoktatok félretenni az emberek havonta? Ez változó. Ugyanis, hogyha dolgozol egy cégnek, tehát egy rendes cégnek full time-ban, ami azt jelenti, hogy van ugye szabadságpénzed, elmehetsz táppénzre, akkor ők fizetik a nyugdíjadat is, tehát, hogy pontosan mennyit, az fogalmam nincsen. Ezt nem tudom megmondani, ugyanis én még az életben nem dolgoztam ilyen full time-ba. De ha jól tudom, ez körülbelül ilyen minden óra után, tehát ha kerestem mondjuk $25, abból körülbelül $1.50, max $2, még $2 nem is talán megy bele ebbe. Ha jól emlékszem, ilyen $1 valamennyi. Hogyha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, most lehet, hogy nagy hülyeséget mondtam, de amikor én annak idején dolgoztam, én azt hiszem, hogy körülbelül ennyit fizettek, ugyanis annak idején kerestem $17.50-et, és végül is a fizetésem olyan $18 valamennyi volt, amit ugye én nem kaptam meg, mert ment bele ebbe a nyugdíjamba, amit ugye raktak nekem. Ugyanis van egy ilyen, hogyha nem is dolgozol full time-ba, hogy nincsen táppénzed, ugye, meg szabadságod, a munkáltatódnak néha, nem néha, a munkáltatód néha fizeti ezt a super annuation-t, ugye ezt a nyugdíjat, és rakja neked a pénzt, hogyha egyszer elmész nyugdíjba, ugye ki tudjad venni, ezt egész addig ugye még nem mész el nyugdíjba, nem kapod meg, de ez nem mindenhol így van, attól figyel, hogy hol dolgozol. Ezen kívül ugye rakhatod saját magad a nyugdíjat, tehát fogod a pénzedet, és egy valamennyi, amennyi tudsz, mondjuk hetente berakod a számládra, egy ilyen külön számlára ugye elteszed, és hogy oda jutsz, akkor ugye kiveszed egybe, vagy éppen amikor ugye szükséged van rá. Megyünk tovább. Élelmiszerre körülbelül mennyit költ egy négyfős család havonta? Élelmiszerre én tudom saját magunkat mondani, ez attól függ, hogy ki mennyit eszik, ki mennyit költ. Mi általában elmegyünk a boltba, nem megveszünk mindent, de azért, hogyha valamit szeretnék, ugye megveszünk. Hogyha Lukács szeretne valamit, megveszünk. Tehát, hogyha akar egy jégkrémet, akkor megveszünk. Vagy akar egy csokit, ugye megveszünk. Tehát amit szeretnénk, azért ugye megvásároljuk ugye magunknak, meg ugye a gyerekeknek. De az nem azt jelenti, ugye, hogy mindent bemegyünk, és akkor a kocsit ugye telerakjuk sok-sok dologgal. Tehát mi magunkat tudom mondani, körülbelül, ugye a Davis az még pelenkás, tehát pelenkát kell venni, de nem eszik ugye annyit, tehát húsból, csokiból, hasonló dolgokból ugye mi nem veszünk annyit. Heti körülbelül mi olyan $250 költünk. Van ez mikor egy kicsit több, kevesebb, nem nagyon szerintem. Tehát mondjuk azt, hogy $250 hetente. Kettő és 300 között, azért mondom, hogy a 250. De ahogy mondtam, próbáljuk megvenni azokat a dolgokat, ami ugye le van mondjuk akciózva, és de egy átlag, körülbelül szerintem ennyi. Lehet, hogy valakinél több, valakinél kevesebb, ez attól függ ugye, hogy próbálsz többet spórolni, vagy többet keresni és többet megengedhetsz magadnak. Én saját magunkat tudom mondani, mi körülbelül olyan, mondjuk azt, hogy $250 költünk élelmiszerre hetente. Aztán egy autó fenntartása, benzinbiztosítás, szerviz. Benzin.
Mennyibe kerül mondjuk ott egy olyan autóra, mint a Kia volt? Mondjuk vegyük a Kiát. Hetente a Kiára, én benzinre, az attól függ, hogy mennyit autózunk, ugye én minden nap használom az autót, elmegyek veled, vagy el szoktam vele a Kiával menni dolgozni, iskolába, hétvégenként el szoktunk autózni mondjuk ide a bevásárlóba, a szüleimhez, tehát használjuk a Kiát. Hetente a Kiára benzinre, átlagban olyan 50 dollárt szoktam költeni. Leraktam a telefon. Tehát körülbelül olyan 50 dollárt szoktam költeni benzinre, ugye a Kiába. Biztosítás. A Kiának a biztosítása havonta volt, ha jól emlékszem, 56 dollár, vagy 62. Nem tudom. Vagy 56, vagy 62. Valami ilyesmire emlékszem. Ami hetente... nem írtam be. Várja. A számlógép befejtettem be, 250-nél tartottam. Na minden, mert a videót végignézem, és majd összeadjuk, vagy majd ti összeadjátok, hogyha leírtátok, hogy körülbelül mennyinél tartunk, ugyanis elfelejtettem beírni. De havi 60 dollár. Mondjuk azt, 60, ugyanis 56 vagy 62, tehát hetente az körülbelül olyan, mondjuk azt, hogy 15 dollár hetente. A szerviz az vagy fél évente van, vagy egy évente az autóra, attól függ, hogy mennyit mész, vagy pedig 10.000 kilométerenként, ugye. Általában a szerviz nálunk úgy működik, hogy van egy ilyen cap, tehát mindig, hogy míg megvetted az autót, tehát 5 évig ugyanannyit fogsz mindig fizetni, vagy 7 évig, vagy lehet, hogy életed végeig. A Kiára a szerviz, hogyha jól emlékszem, 295 dollár volt évente. Ha jól emlékszem, minden 2 évben, vagy 3 évente volt egy ilyen nagyobb szerviz, ami 350 volt, vagy 380 dollár, de akkor tényleg mindent megcsináltak rajta, úgyhogy nem volt semmi baja. Hogyha ezt lebontod, hetire fogalmam is, hogy ki lehet számolni, hogy az kb. Hetente mennyi. Aztán, telefon, internet költség. A telefon. Nekem a telefonom havonta, nekem ilyen feltöltősöm van, nem előfizetésem. Én a feltöltősre átlába ilyen 40 dollárra töltöm havonta. A feleségemnek ugyanúgy. Ha ezen kívül van ugye gyerekeid, vagy nincsenek gyerekeid, de mondjuk négyfős családnak ugye van gyereked és annyi idős, akkor ugye körülbelül nekik is ennyi. Ebből ugye sok mindent lebeszélhetsz, internetezhetsz is belőle ebből a 40 dollárból, de van előfizetés is, ahogy előfizetéssel veszel, ott több mindent kapsz, meg kapsz ugye egy telefont is, amit fizetsz, ez attól függ, hogy ki mit akar. Én a telefonomat majd úgy veszem meg, hogy készpénzzel veszem, nem akarok, én nem szeretek aláírni sok mindent, tehát azért nekem ilyen feltöltős a telefonom, de számjuk ilyen 40-50 dollárt havira, én azt mondom, egy ilyen átlagba. Persze nagyon sokan fizetnek 70-80 dollárt havonta a mobiltelefonra, ugye fejenként, ez attól függ, hogy ki mennyire használja ugye a telefont. Az internet havonta olyan, én nekem 100 dollár. Ez változó, én nekem egy ilyen jobb csomagom van, amiben 1000 gigát letölthetek, és semmi más nincsen bent, tehát nem nincsen bent a házi telefon. De vannak különböző csomagok, tudom, hogy vannak 30 dolláros internet csomagok, még miért valaki ide is itt lakik a Ausztrália, vagy mi csak 29-et fizetünk, tudom, hogy annyit fizetsz, de valószínűleg, hogy sokszor nem is megy az interneted. A Telstrával ugye az a legnagyobb cég itt Ausztráliában, amikor mi házba laktunk, ott a régi házba, a családi házba, a Telstrával nekem átlában nem volt bajom, mindig ment, volt mikor egyszer-kétszer megállt, de általában mindig ment a Telstra. Hallottam olyanról, hogy más ilyen 29 dolláros előfizetéssel volt, vagy 50 dolláros, vagy 60 dolláros előfizetéssel, és nem ment az internet, mert lassú volt, akadozott, tehát én szeretem, hogy az internet rendesen megy, és én mindig, eddig akárhova költöztünk, én mindig körülbelül 100 dollár körül fizettem havonta, 120 volt maximum a legtöbb, amit fizettem érte. Aztán házi telefon ebben nem volt benne, én nem szoktam használni a házi telefont, úgyhogy a feleségem se, általában mobilt szoktunk használni. Váratlan kiadásokra mennyi pénzt érdemes számolni havi szinten? Nálunk ilyen szokott lenni az autójavítás, orvosi költségek, fogorvos. A fogorvos, mindegy, hogy hova mész, körülbelül ilyen 180 dollár egy tömés, és ilyen 180-200 dollár egy foghúzás. Mindegy, hogy kérsz-e érzéstelenítőt, vagy nem kérsz érzéstelenítőt. Ez 180-ra szerintem lehet számolni. Annál olcsóbban én még fogtömést vagy fokhúzást nem csináltattam, mindegy, hogy hova mentem. A fogorvos az nagyon drága nálunk. Autójavítás attól függ ugye, hogy mi baja van az autónak. Erre nem tudok válaszolni. Orvosi költségek, gyógyszer. Tehát attól függ ugye, hogy milyen gyógyszer kell, vagy ugye milyen orvosi költségek. Mi az a fizetés, ami fedezi a szükséges kiadásokat, és az ember még félre is tud tenni pénzt mellette egy négyfős család esetében?
Nem tudom, ahogy mondtam, ez attól függ, hogy ki mennyit költ, mennyit szeretnél félretenni. Nagyjából a kérdésekre én válaszoltam, remélem, hogy jól válaszoltam, én így látom a dolgokat. Lehet, hogy ennél vannak olcsóbb dolgok, lehet, hogy vannak ennél drágább dolgok, még mielőtt valaki nekem elkezdi megírni, hogy az nagyon sok, te miért költesz ennyit, vagy miért nincs biztosításod, vagy nem tudom. Biztos, hogy lesznek majd ilyen kommentek, én így látom a dolgokat, én próbáltam válaszolni ezekre a kérdésekre, ahogy csak tudtam. A számológépet közben elfelejtettem nyomogatni, remélem, hogy ti leírtátok, hogyha nem, akkor nézzétek meg előről. Írjátok le, és ki tudjátok számolni, hogy körülbelül mennyi pénz marad ugye hetente nektek. Amit elfelejtettem mondani, az albérlet. Hetente kell ugye fizetni, egy ilyen átlagos albérlet, ahogy szoktam mondani, körülbelül egy ilyen családi ház 5 és 600 dollár között van. Átlag. Ennél van jóval drágább, van ennél egy kicsit olcsóbb, ugye most nézegetjük itt az albérleteket, olyan találtuk olyan 450-ért is családi házat, ami nem a legjobb, de van. Úgyhogy mindenki eldönti ugye, te hova szeretne költözni, mennyit keresel. Én azt hiszem, hogy nagyjából válaszoltam minden kérdésre, lehet, hogy valamit kihagytam. Hogyha valamit kihagytam, nyugodtan írjátok meg ide a videó alá. Lehet, hogy mondtam valami nagyon hülyeséget, nem tudom, én így látom, ugye csak mondom még mielőtt kapom a kommenteket. Úgyhogy én azt mondom, hogy mára ennyi. Ha valakinek van valami kérdése, akkor ide írjátok meg ez a videó alá, és itt kommentben megpróbálok rájuk válaszolni. Hogyha nagyon sok a kérdés lesz, vagy valami nagy más is szeretnétek hallani, lehet, hogy egy külön videót készítek majd róla megint. Úgyhogy mára ennyit, és túl sokat beszéltem, kezdek kiszállni, meg elmenni hangom, vagy elmegy hangom. Azt mondom, kell innom. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!